Sziasztok, üdvözlünk titeket, ez itt a legújabb filmes. Hát december közepén kerülhet ne mozikba a Matrix 4. és egyben legújabb része Keanu Reeves főszereplésével, viszont a mostani helyzet nem biztos, hogy megengedi, hogy elmenjünk rá. Így összeszedtünk nektek 5 filmet Keanu Reeves főszereplésével, amit erősen ajánlunk. Igen, és ezek olyan filmek lesznek, amik amolyan top 5, csak ahogy mi szoktuk csinálni, hogy nem feltétlenül a legismertebb filmjei, mert hogyha azt veszük, akkor a Féktelenül, vagy a Matrix, vagy a Holdpont, ezek ilyen nagyon híres, vagy a John Wick, ugye? És még próbáltunk olyanokat összeválogatni, amik lehet, hogy nem mindenki által ismertek, és érdemes rájuk nézni. A filmeket időrendi sorrendbe szedtük, és rögtön az első, a Féktelen Minnesota 1996-ból. Igen, ez egy tipikus amerikai független film, ami miatt bekerült a listára, azért, mert ez egy romantikus film, ezt nézhetjük együtt a párunkkal is, viszont én nem vagyok igazán jó véleménnyel a romantikus filmekről, kivéve, hogyha van benne valami kis igaziság, nem egy ilyen szirupos, kamu romantikát kapunk, hanem egy valamennyire földhöz ragadt történetet, és az a Féktelen Minnesota, ez egy igazi süttyó család történetét meséli el. Van két teljesen idióta testvér, egyiket Keanu Reeves játsza, a másikat pedig Vincent D'Onofrio, és a Vincent D'Onofrio feleségével meglép a Keanu Reeves által alakított testvér, és hát egyre mélyebbre süllyednek az eleve mélyen levő szereplők, és kialakul egy ilyen igen brutális rivalizálás a testvérek között. Én szerintem ez egy nagyon szórakoztató film, szerintem amúgy romantikus is, és azért Gyilkónak is benne, meg minden, amit kell. És hogyha valami föl tud húzni egy filmet, akkor ugye ez egy Keanu Reeves-es top lista, de Vincent D'Onofrio miatt viszont kötelező ezt a filmet megnézni, mert ő szerintem egy akkora színész, hogy bármilyen filmet 5 ponttal legalább fölhúz. Úgyhogy ha nem csak Keanu Reeves miatt, hanem Vincent D'Onofrio miatt, aki egy ilyen igazi süttyó állatot játszik a filmben, eszméletlen jól. Rá egy évére, 1997-ben jött ki az Ördög ügyvédje, amikor is ugye Keanu Reevesünk Al Pacino oldalán brillíroz. Igen, hát ez a film, ez azért ismertebb, ugye mondtuk, hogy nem annyira ismert filmekkel foglalkozunk, viszont szerintem ez azért kötelező, mert talán ebben a filmben játszik legjobban Keanu Reeves. Nekem itt tetszett a legjobban a alakítása, ugyanis azt tudni kell, hogy ő nem egy ilyen óriási nagy színészi képességekkel ellátott fickó, hanem kb. Minden filmben ugyanazt a figurát hozza, viszont nagyon jó arca van neki, ami mindig szokták, ami miatt alkalmazzák őt, viszont itt az Ördög ügyvédjében egy egész jó átalakuláson megy át, ugyanis ez a film ez ugye arról szól, hogy hogyan tudunk átesni a sötét oldalra, vagy hogyan tudunk engedni a sátán csábításának, ugye itt is van egy baromi jó színész Keanu Reeves mellett, ez pedig Al Pacino, aki szétripacskodja imádnivaló módon a filmet. Szerintem ez egy nagyon jó film, ez egy ilyen dráma, kicsit horrornak is szokták mondani, szerintem nem igazi horror, hanem egy kicsit ilyen dráma, kicsit merít a Rosemary gyermekéből, meg ilyesmi filmekből, viszont szerintem ebbe a filmbe talán a legjobb Keanu Reeves, és hogyha valakinek esetleg kimaradt ez a már most tök öreg film a mostani mércével nézve, szerintem mindenképp pótolja, mert ez egy nagyszerű, mi ez? Egy fantazi? Vagy egy ilyes? Dráma fantazi. Igen, abszolút az. Ugrunk egy nagyot konkrétan 9 évet az időben, amikor is kijött 2006-ban a kamera által homályosan, ami egy ilyen animációs vagy élő szereplőre animált, fura képvilággal operáló akármicsoda, viszont itt is egész sztárparádét látunk, Winona Ryder, Robert Downey Jr., Woody Harrelson, hát meg ugye Keanu Reeves. Igen. Ez a film azért került be a listára, mert először is a kedvenc íróm írt, a Philip K. Dick regényéből készült, és egy viszonylag szöveghű adaptáció.
És a másik, ami miatt bekerült, az pedig ennek a filmnek a fontossága, ez a drogozásról szól, a drog áldozatairól, vagy ilyesmiről, annak állít emléket, és ugye a könyvet azt ilyen barátainak, akik drog által, vagy az miatt haltak meg, annak az emlékére ajánlja Philip K. Dick, úgyhogy ez egy nagyon megrázó film. Ez, amit mondtál, hogy az élőszereplőkre van rárajzolva, egy ilyen rotoszkópikus eljárás úgy hívják, ez egy idegesítő valami, egy nagyon furán néz ki, viszont szerintem nagyon illik a filmnek a hangulatához. Ezt nem ajánlom bárkinek, szerintem ez egy megrázó film. Engem mindig leterít. Persze vannak benne vicces jelenetek, mert ugye játszik benne Robert Downey Jr. vagy Woody Harrelson, de ez nem egy felemelő film, hanem ez egy durva dráma. De ugye Philip K. Dick egy science fiction író, úgyhogy némi science fiction elemekkel meg van tarkítva. 2007-ben mutatták be az Utca királyait, ami szintén felvonultat rengeteg sztárt, köztük Keanu Reeves-et, Hugh Laurie-t, Forrest Whitaker-t, és még mellékszerepekben is. Hát még a fiatal Chris Evans-t, amikor még nem volt Amerika kapitány. Igen, és még a fiatal Chris Evans-t is. Megmondom őszintén, nekem ez tetszett a legjobban a listáról. Egy korrupt rendőr osztagról szól, és egyetlen, aki ilyen félig korrupt, vagy csak kevésbé korrupt nyomozó, az nem más, mint Keanu Reeves. Hát a játéka itt is hagy némi kívánnivalót maga után, a mimika az teljesen lemarad, de legalább a zsarut jól alakítja. Ez egy nagyon érdekes darab, azért is került a listára, mert szerintem ez egy nagyon fontos műfaj, ez egy ilyen modern noir krimi, egy ilyen korrupt zsarus, összeesküvős, háttérbe szálak mozgatós és azért utcai film, tehát hogy azért vannak benne kemény jelenetek. Én nagyon szeretem ezt a stílust, és nagyon kevés film készül így, vagy ilyen. Szerintem amúgy Keanu is jó benne, ugyanis ő egy ilyen szuper kemény, akit oda küldenek, és mindenkit megöl fickó, és aztán lassan-lassan elkezd gondolkozni, hogy nem biztos, hogy jól csinál mindent. Úgyhogy ez egy klasszikus krimi, de a jobb fajtából. Úgyhogy én ezt ajánlom, én nagyon szeretem. Én is. És örülök, hogy nagyon tetszett neked. Ó, én örülök, hogy ajánlottad. Köszönöm. Hát a listánk utolsó gyöngyszeme a Kop-Kop 2015-ből, ami hát nem is egy tipikus akciófilm. Ez nem egy akciófilm. Direkt azért is állítottuk ezt a listát, hogy Keanu Reeves több arcát is megismerjük, ami nem egy olyan egyszerű dolog. És ez a Kop-Kop, ez egy horrornak beharangozott valami. A filmet azt hiszem úgy is reklámozták, mint horror. Szoktam olvasni ilyen véleményeket, és sokan 1/10 adnak rá. Megértem, mert tényleg a listánkról talán a leggyöngébb film, de lehet, hogy sokan azért csalódnak, mert horrorfilmet várnak. De igazából ez egy fickónak a története, akire két csaj ráakaszkodik, és elcsábítják őt, majd meg kell fizetni az árát neki, mert ő egy családos fickó. És ez egy tanulságos történet szerintem. Kicsit túljátszák magukat a csajok, amúgy nagyon jól játszik benne mindenki, de lehet, hogy egy kicsit idegesítő lehet ez a kicsit ilyen gyerekes megoldások vannak a filmben. Viszont tök igaz, amit elmond, hogyha belemásztál valamibe, akkor ne lepődj meg, hogy benne vagy. Yeah. Úgyhogy szerintem ez egy tanulságos film, és van mondani valami. Azt is olvastam valahol, hogy Keanu Reeves hogy vállalhat-e ilyesmit, és valójában producere volt a filmnek, úgyhogy szerintem ő is fontosnak tartotta, hogy az mellett, hogy egy ilyen kicsit ilyen horrorszerű, ilyen gagyi valami, annak ellenére mégis van egy mélyen mondani valami, ami érdekes is lehet. Hát ennyi lett volna az 5 Keanu Reeves főszereplős filmünk. Köszönjük szépen, hogy ismét minket választottatok. Reméljük, hogy minél előbb tudunk menni moziba, és megnézhetjük a Matrix legújabb részét. Addig is maradjatok velünk, és Keanuval. Köszi. Köszönjük. Sziasztok.